Már 115 ezren írták alá azt a petíciót, amelyben diákok tiltakoznak, mert a jövő héten elindul a jelenléti oktatás a gimnáziumokban és a felső tagozaton. Az Adom Diák Mozgalom szerint a járványhelyzetben nem érezhetik biztonságban magukat sem a diákok, sem a családjuk. Ezért azt szeretnék, hogy ezután se kelljen bemenni a tantermekbe. Jövő héten újraindul a jelenléti oktatás a felső tagozaton és a középiskolákban. Május 10-én indítjuk meg a középiskolai osztályoknak a személyes találkozásra épülő tanítását. Az Adom Diák Mozgalom azonban még április elején indított egy petíciót, mely szerint ezután se legyen kötelező bemenni az iskolába. Sherman Fruzsina, a mozgalom szóvivője, híradónknak azt mondta, hogy aggódnak az indiai variáns közelsége és magas fertőző képessége miatt, illetve az immungyenge diákokért és szülőkért is. De szeretnék, ha a tanév végéig elfogadnák a szülői igazolásokat, és nem számítana bele a 250 óra hiányzásba, ha valaki a vírushelyzet miatt nem szeretné veszélynek kitenni magát és a családját. Ez a petíció nincs egy hete, hogy elindult, de már is 115 ezeren írták alá. A petíció sarkalatosabb pontjai, hogy a döntést az iskoláknak külön kiszervezzék, hogy a helyi döntés szülessen meg az iskolák nyitásáról. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint fontos lenne a rendszeres tesztelés, és figyelembe kellene venni a járvány területi eloszlását. Nagyon jó lenne, hogyha helyben dönthetnének az intézményvezetők, hogy melyek azok az intézmények, ahol probléma lehet, tehát ahol továbbra is nem kellene tartani a digitális oktatást, és melyek azok, ahol viszont tényleg beengedhetők a gyerekek. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint ők korábban jelezték már, hogy az iskolák nyitására május közepe vagy vége lenne az ideális. Az elvárásunk az volt, hogy amikor a megbetegedések száma 1400 alá csökken, mi akkor látjuk azt a minimális elvárást, vagy azt a követelményt, hogy megnyithassanak az iskolák. Ez már most napok óta így van, ezért azt gondoljuk, hogy nem zárkózunk el a nyitás elől. Szabó Zsuzsana szerint azonban vannak elvárásaik ezzel kapcsolatban. Ilyen többek között az, hogy ha fertőzöttet találnak egy oktatási intézményben, akkor ott azonnal térjenek át a digitális oktatásra, mielőtt még gócpont alakulna ki.